Két évvel azt követően, hogy elkészítettük a futballsztárok, akiknek fiai szintén focisták lettek című videónk első részét, most az Unibet támogatásának köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy ebből a nagy érdeklődésre számon tartott témából egy második epizódot is készítsünk. Francisco Javier González és Nico González. A Deportivo La Coruña az 1990-es és a 2000-es években nem csak Spanyolországban, hanem Európában is élcsapatnak számított. Elvégre a galíciai klub 2000-ben aranyérmet nyert a La Ligában, és a 2003-2004-es idényben a Bajnokok Ligájában egészen az elődöntőig jutott. Abban az időszakban a csapat egyik legjobbja a középpályás Francisco Javier González Pérez, művésznevén Fran volt, aki teljes pályafutását a Deportivo töltötte, amelyben összesen 435 bajnoki lépett pályára, ami a mai napig klubrekord. A 16-szoros spanyol válogatott játékos csak egyszer 1995-ben került közel ahhoz, hogy elhagyja a Superdeport, amikor is már megállapodott a Real Madriddal, de az utolsó pillanatban meggondolta magát és inkább maradt nevelő egyesületénél. Ehhez képest érdekes, hogy fia, a 2002-ben született Nicolás González Iglesias soha nem játszott a Deportivo-ban, hiszen a galíciai utánpótlás nevelő klubtól, a Montañérostól az FC Barcelona vitte el 11 esztendősen. Nico a katalánoknál 2019-ben került fel a B csapat keretéhez, idén nyáron pedig már az A kerethez tartozott, és rögtön az első fordulóban a Real Sociedad ellen bemutatkozhatott a La Ligában, azóta pedig további 6 alkalommal is szerepet kapott a bajnokságban, sőt, a Benfica elleni találkozó már a Bajnokok Ligájában is debütálhatott. Édesapjával ellentétben Nico nem annyira támadó, hanem inkább védekező középpályás, és a klubnál állítólag benne látják Sergio Busquets utódját. Nem véletlen, hogy a Barcelona májusban 2024-ig szerződést hosszabbított vele, az új kontraktusában pedig 500 millió eurós kivásárlási ár szerepel. Paolo Maldini és Daniel Maldini. A Maldini família legifjabb futballistájának nem lesz egyszerű a családi hagyományokat folytatni, hiszen nagyapja és édesapja is rendkívül sikeres játékos volt. Cesare Maldini 412 mérkőzésen játszott az AC Milánban, amellyel nyert Beckett és bajnoki címet, illetve 14-szeres olasz válogatott volt. Fia Paolo egy évvel a visszavonulása után született, és neki még eredményesebb pályafutása volt. Az 1990-es években a világ egyik, hanem a legjobb védőjének tartották. Ő 902 összecsapáson játszott a Rossoneri színeiben, halmozta a Scudettókat és a Beck Bajnokok Ligája trófeákat, a válogatottban pedig 126-szor kapott lehetőséget. Paolo Maldini két fia is futballista lett, de az idősebb fiú Christian, aki a családi tradíciót követve szintén védő volt, nem jutott el a szériáig. Csak az alacsonyabb osztályokban, illetve a máltai élvonalban szerepelt. A 2001-ben született Daniel viszont már tehetségesebbnek bizonyult, igaz, ő már támadó középpályásként futott be, és 2020. februárjában debütált a Serie A-ban. Ebben az idényben már egyre több lehetőséget kap a Milánban, sőt szeptemberben a Spezia ellen első gólját is megszerezte az olasz élvonalban. Giorgio Hagi és Yanis Hagi. Minden idők legjobb román futballistájaként Giorgio Hagi 1994-ben negyedik helyen végzett az aranylabda szavazáson, és alig hanem ekkor volt a pályafutása csúcsán, le is igazolta őt az FC Barcelona. Ebben csak az volt a pikáns, hogy pár évvel korábban két évet lehúzott a Real Madridban is, a két spanyol sztárcsapat között pedig az olasz Bressában futballozott, ami azért más kaliber. A Kárpátok Maradónájának is becézett játékos a katalánoknál is csak két évet töltött el, majd a Galatasarayba igazolt, ahol 5 évig játszott, és a szurkolók valósággal istenítették, nem véletlenül, hiszen vezérletével az isztambuli csapat megnyerte az UEFA kupát és az Európai Szuperkupát is. Hagi visszavonulását követően edzőnek állt, illetve megalapította a róla elnevezett futballakadémiát, ahonnan jó néhány válogatott került ki, többek között a fia, Yanis is. A kisebbik Hagi már 16 évesen bemutatkozhatott a román élvonalban, és csak 18 esztendős volt, amikor lecsapott rá a Fiorentina, de ez a klubcsere nem jött be, és Yanis rövid időn belül hazatért Romániába, hogy az apja irányítása alatt játszon a Vitorul Konstancában. Itt már jól menne ki a játék, így megint légiósnak állt. 2019 nyarán a belga Henk vitte el, és fél évvel később kötött ki jelenlegi csapatában, a Skót Rangersben, amelyel az előző szezonban nem csak bajnoki címet nyert, hanem őt választották meg a liga legjobb játékmesterének is.
Eidur Gudjonsson, Svein Aron Gudjonsson és Andri Lukas Gudjonsson. A minden idők legjobb izlandi labdarúgójának tartott Eidur Gudjonsson az édesapja példáját követte, amikor focizni kezdett, hiszen Arnór Gudjonsson maga is egészen kiváló játékos volt, szerepelt az Anderlechtben és a Girondin Bordeauxban is, a címeres mezt pedig 79 alkalommal húzhatta fel. Az egyik ilyen alkalommal 1996-ban éppen a fia Eidur állt be a helyére, aki akkor még csak 16 éves volt, de már a PSV Eindhovenben játszott. Innen 1998-ban került Angliába a Bolton Wanderershez, és ott olyan jól szerepelt, hogy 2 évvel később megvette a Chelsea, innen pedig újabb 4 év elteltével az FC Barcelonához került. Nyert angol és spanyol bajnoki címet, a Barszával a Bajnokok Ligáját is elhódította, de 2016-os visszavonulásáig még rengeteg klubnál megfordult. Játszott Franciaországban, Görögországban és Kínában is. Eidur mindhárom fia focistának állt, a legfiatalabb a 15 éves Daniel Tristán a Real Madrid utánpótlásában szerepel, akárcsak bátyja a 19 esztendős Andri Lukas, aki a Real Madrid B-ben játszik csatárként és már izlandi válogatott, sőt, gólja is van a címeres mezben. A legidősebb fiú Svein Aron pedig 23 éves, támadó és szintén válogatottnak mondhatja magát, és jelenleg a svéd Elfsborgban játszik, de megfordult korábban a szériában szereplő Spéciában is. Lilian Thuram és Marcus Thuram. Az egy időben a világ legjobb védői között számon tartott Lilian Thuramra alig hanem a legtöbb szurkoló az 1998-as világbajnokságról emlékszik, amelyen tagja volt az aranyérmes francia csapatnak, és a horvátok elleni elődöntőben a Le Bleu az ő duplájával nyert. Érdekesség, hogy Thuram sem előtte, sem utána nem tudott betalálni a nemzeti csapatban, holott összesen 142 alkalommal lépett pályára. A kiváló hátvéd persze azért ennél sokkal többet tett pályafutása során, pedig csupán 4 klubban szerepelt. Az AS Monaco-ban, a Parmában, a Juventusban és az FC Barcelonában. A csapatok névsorát figyelembe véve ugyanakkor viszonylag kevés klubtrófeát szerzett, hiszen 2 olasz bajnoki címet és 1 UEFA kupa győzelmet ünnepelhetett. Thuram mindkét fia futballista lett, a fiatalabb Kéfren jelenleg a Nice-ben szerepel, míg az idősebb Marcus már 24 évesen is aránylag komoly karriert tudhat magáénak. 2-2 ligdős, majd élvonalbeli év után került a Bundesligába 2019-ben, amikor a Mönchengladbach 9 millió eurót fizetett érte a Gengampnak. 2 szezon alatt 18 alkalommal talált be a német élvonalban, és az előző idényben a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott, nem is rosszul, hiszen a Real Madrid ellen duplázni tudott. Ezt követően pedig olyan klubokkal hozták kapcsolatba, mint a Juventus, az Inter, a Barcelona és a Manchester City. Látogass el a büntető.com-ra és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Marcos Alonso Peña és Marcos Alonso. A Marcos művész néven szereplő Marcos Alonso Peña ifjúsági korában a Real Madridban szerepelt, ami abból a szempontból érthető, hogy édesapja Marquitos is itt futballozott, és 158 mérkőzése volt az első csapatban. Marcos viszont felnőttként már a Racing Santanderben mutatkozott be a spanyol élvonalban, és innen került 1979-ben az Atletico Madridhoz, ahonnan 2 évvel később a válogatottba is meghívót kapott, majd 1982 beleigazolta az FC Barcelona. A katalánoknál 5 évet húzott le, egyike volt azon játékosoknak, akik az 1986-os BEC döntőben a 11-es párbajban hibáztak. A 22-szeres válogatott szélső visszavonulását követően edzőnek állt, és ült a Sevilla, illetve az Atletico Madrid kispadján is. 1990-ben született fia Marcos Alonso ehhez képest a Real Madrid utánpótlásánál kezdte pályafutását, de csak 1 alkalommal lépett pályára a felnőttek között a Királyi Gárdánál, és külföldre kellett mennie, hogy sikeres karriert futhasson be. 2010-ben a Bolton Wanderers vette meg, amellyel 1 idényt az angol másodosztályban is lehúzott, majd ingyen távozott a Fiorentinához. A szériában lassan alapember lett, de így is némileg váratlan volt, hogy 2016-ban a Chelsea 23 millió eurót fizetett érte. A posztját tekintve balhátvéd Marcos Alonso azóta is Londonban játszik, a kékekkel pedig nyert bajnokságot, Európa Ligát és Bajnokok Ligáját is. Henrik Larsson és Jordan Larsson.
A minden idők egyik legjobb svéd támadójának tartott Henrik Larssont a Feyenoord 1993-ban gyakorlatilag Kiprik József utódjának igazolta le, és bár a rotterdamiaknál Henker nem játszott rosszul, igazából a Celticnél futott be. Volt olyan idény Skóciában, amely során 31 mérkőzésen 34 gólt ért el, és azt sem állította meg, hogy 1999 őszén az Olympique Lyon elleni UEFA kupa mérkőzésen brutális kettős lábszártörést szenvedett. A skót egyesülettől némi meglepetésre az FC Barcelona vitte el. A Camp Nou-ban gyorsan közönségkedvenc lett, és nagy szerepe volt abban, hogy a Barca 2006-ban megnyerte az Arsenal elleni BL döntőt. Larsson ezután hazatért a Helsingborgshoz, de 2007 tavaszán egy fél évet még a Manchester Unitednél is lehúzott, és végül 2009-ben 106-szoros válogatottként vonult vissza. A sportáktól nem szakadt el, hiszen edzőnek állt, és 2015-ben annak a Helsingborgnak lett a szakvezetője, ahol fia Jordan is szerepelt. Az 1997-ben született fiú apjához hasonlóan támadó, és szintén Hollandiába igazolt először légiósnak, de az NEC Nijmegenben nem ment neki a játék, így visszatért Svédországba az IFK Norrköpinghez. Itt megtalálta gollövő cipőjét, és bekerült a válogatottba. Majd a Spartak Moszkva vette meg, és jelenleg is Oroszországban futballozik, ahol olyan jól megy neki a játék, hogy állítólag több sztárcsapat, így például a Dortmund, a Milán és a Napoli érdeklődését is felkeltette. Paco Llorente és Marcos Llorente. Újabb három generációs futballcsalád, amelynél nehéz eldönteni, hogy melyik korosztály a legsikeresebb. A nagypapa Ramon Grosso az 1960-as évek Real Madridjában játszott, ami már önmagában nem kis teljesítmény. 7 bajnoki címet nyert, és tagja volt az 1966-ban meggyőztes csapatnak. Gyakorlatilag a teljes életét a Realnak szentelte, hiszen visszavonulása után a klub utánpótlásánál dolgozott. Így nem meglepő, hogy lánya az egyesület egyik játékosához, Paco Llorentéhez ment hozzá. Az 1965-ös születésű szélsőnek olyan vetélytársai voltak a csapatba kerülésért az 1980-as években, mint Hugo Sánchez vagy Emilio Butragueño, de így is játszott 106 mérkőzésen a Realban, és egyszer a válogatottban is pályára lépett. Pályafutását a Compostélában fejezte be, de fia Marcos még Madridban született 1995-ben, és természetesen 13 éves korától már ő is a Real Madrid utánpótlásában szerepelt. Marcos Llorente a La Ligában 2015 októberében mutatkozott be, de Zinedine Zidane-tól nem kapott sok lehetőséget, így előbb kölcsönadták a Deportivo Alavésnek, majd miután Vitoriában remekül futballozott, visszatért a Realhoz, de továbbra is alig játszott. 2019-ben az Atletico Madrid 30 millió eurót fizetett érte, és az addig alapvetően védekező középpályásnak tartott játékosból Diego Simeone előbb támadót faragott, majd jobboldali szárnyvédőként szerepeltette, és Llorente mindkét poszton kiválóan játszott. Az immár a spanyol válogatottban is alapembernek számító játékos az előző szezont például 12 góllal és 11 gólpasszal zárta, kulcs szerepet vállalva ezzel a matracosok bajnoki címében. Claudio Reyna és Giovanni Reyna. Claudio Reyna az egyik első amerikai futbolista volt, aki sikerrel járt Európában. Az 1994-es világbajnokságot követően 21 évesen igazolta le a Bayer Leverkusen, ahol még nem menne ki olyan jól a játék, de a VfL Wolfsburgban már alapember volt, el is vitte a skót Rangers. Ez későbbi karrierje szempontjából sorsdöntőnek bizonyult, mert itt felfigyeltek rá Angliából, ahonnan a Sunderland vette meg, innen pedig egy év múlva a Manchester City szerződtette. Ez persze még nem a mai kőgazdag klub volt, akkor tájt leginkább a kiesés ellen küzdött a Premier League-ben, és Reynának nagy szerepe volt abban, hogy a klub folyamatosan megőrizte élvonalbeli tagságát, és 2007-ben az ő kérésére bontották fel a szerződését, hogy hazatérhessen az MLS-be. Claudio Reyna 111 alkalommal volt válogatott, míg felesége Danielle Egan 6 alkalommal viselte a női amerikai válogatott mezét, így az a meglepő, hogy gyermekei közül csak Giovanniból lett futballista. Ő a nevét az édesapja egykori glasgowi klubtársáról, Giovanni Fran Bronckhorstról kapta, és a New York City FC-ben kezdett el focizni, ahonnan 2019-ben került a Borussia Dortmundhoz. Jobb klubot nem is választhatott volna magának, hiszen a dortmundiaknál a fiatal tehetségeknek sokkal nagyobb esélyük van a csapatba kerülésre, és a mindössze 18 esztendős Reyna az előző idényben már alapember is volt a BVB-nél. Míg apja inkább védekező középpályás volt, addig Giovanni sokkal támadóbb felfogásban játszik, többnyire szélsőként, és posztján Európa legnagyobb ígéretei között tartják számon. Dárdai Pál, Dárdai Palkó és Dárdai Márton.
A dárdai családban hagyománynak számít, hogy az elsőszülött fiút Pálnak hívják. A jelenleg a Hertha BSC-t irányító, egykori válogatott középpályás édesapja is erre a névre hallgatott, és ő is kiváló futballista volt. A pécsi MFC színeiben 284 mérkőzésen lépett pályára az NB1-ben. Fia is a meccsek alján kezdte pályafutását, már 17 évesen az élvonalban szerepelt, majd 1996. januárjában a BVSC-hez igazolt. Zuglóban azonban csak egy évet töltött el, hiszen 1997 elején megvette az akkor még másodosztályú Hertha BSC, amellyel rögtön feljutott az élvonalba, és több mint egy évtizeden keresztül játszott a berlinieknél. Dárdai 286 mérkőzésen szerepelt a Herthával a Bundesligában, ami klubrekordnak számít, majd 2011-es visszavonulását követően az Egyesület utánpótlásánál dolgozott, és 2015. februárjában nevezték ki először az első csapat edzőjének. Ez a ciklus egészen 2020 nyaráig tartott, ám miután a csapat az előző szezonban megint gyengébben szerepelt, ez év januárjában visszahívták a kispadra. Mindkét fia, Palkó és Márton is az ő keze alatt mutatkozott be a Hertha első csapatában. A most 22 éves Palkó még 2017-ben, de ő csak 12 mérkőzésen játszott a berlinieknél, és januárban a MOL-Fehérvárhoz igazolt. A középhátvéd, a mindössze 19 esztendős Mártonnak viszont már 17 meccse van a berlinieknél, és jelenleg is rendszeresen játszik a Bundesligában. Ezzel pedig a videónk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az összeállításunkkal kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.